Kevesebben kapják el a koronavírus fertőzést, ami a járvány terjedésének lassulására utalhat Magyarországon. Nem csak a naponta feltárt új esetek száma, hanem a kórházban ápoltaké is fokozatosan csökken. A hétfő reggeli adatok szerint 844 új megbetegedést szűrtek ki. Már a viradóra 56-an haltak bele a fertőzés szövődményeibe. Ezek a számok ugyan csökkenőek, de tudjuk jól, hogy a járvány zajlik, ezért a korlátozó intézkedéseket nagyon is indokolt fenntartani. Látjuk azt, hogy az elhunytak száma sajnos napok, hetek óta 100 körül van. Eddig több mint 138 ezeren vették fel a védőoltást, közülük több mint 5800-an már a második emlékeztető oltást is megkapták. A fertőzésen már átesettekkel együtt nagyjából 400 ezeren szereztek védettséget a fertőzéssel szemben. Az egészségügyben dolgozók, akik kérték, már meg is kapták a vakcinát. A szociális otthonokban a héten befejeződik az oltás, utána a krónikus beteg idősek és a védekezés többi szereplője következik. Ha ide eljutunk, hogy a védelemben részevők oltva vannak. A krónikus betegeinket beoltottuk, és minden idős embert beoltottunk, vagy legalábbis mindegyikük számára van vakcina, és ők meghozhatják azt a döntést, mert önkéntes az oltás hogy kérik-e az oltást vagy sem. Ha ez mind megtörtént, vagyis senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor kezdődik egy új időszámítás, és akkor lehet beszélni arról, hogy milyen ütemben és hogyan szabaduljunk meg a korlátozásoktól. De ennek a bekövetkezte a vakcináktól. Ha van vakcina, akkor eljutunk ide gyorsan, mert gyorsan és jól fogunk oltani. Az Európai Unióban eddig engedélyezett vakcinatípusok gyártása és szállítása még akadozik. Hazánk ezért döntött úgy, hogy a kö Központi EU beszerzés mellett saját tárgyalásokat is folytat más országok vakcina gyártóival. A kormány a heti ülésén várhatóan a korlátozások meghosszabbításáról dönt. Közben folytatódik az oltási program. Hétfőn és kedden újabb Pfizer vakcina szállítmány érkezett, több mint 36 ezer ember beoltására elegendő adag.